Fajta bemutató. A gazdáknak egyre inkább fel kell készülniük a változékony időjárásra, a hosszantartó aszályra épp úgy, mint a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadékra. Hangzott el a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásán megrendezett országos kalászos és őszi káposztarepce fajta és technológiai bemutatón. Lesújtó statisztika, minden negyedik gyerek túlsúlyos. Ezt a számot szeretnék csökkenteni a mindennapos testnevelés mellett egyéb iskolai programokkal. Újfehértón egészségnapot szerveztek. Vetőanyagadomány, 300 ezer forint értékű burgonyát és dughagymát tartalmazó felajánlást kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Viktória Egyesített Intézmény. A gazdáknak egyre inkább fel kell készülniük a változékony időjárásra, a hosszantartó aszályra épp úgy, mint a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadékra. Hangzott el Gyulatanyán, a Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Idén mintegy 150 repce, 60 őszi búza, valamint 40 őszi árpa fajta kísérletről számoltak be a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásán megrendezett országos kalászos és őszi káposztarepce fajta és technológiai bemutatón. A rendezvényen elmondták, a tavalyi év kiemelkedő termést hozott, viszont az idei első negyed évben nem kedvezett az időjárás a mezőgazdaságnak. Nagy volt az érdeklődés a standoknál az idei fajta és technológiai bemutatón Gyulatanyán. A gazdák számára a mezőgazdaságban leginkább az időjárás jelenti a folyamatosan változó és kiismerhetetlen veszélyforrást. Ezért fontos, hogy az új fajták mellett a hozamnövelő és a növényvédőszereket is megismerjék a termelők, hangzott el a rendezvényen. A mai nap elsősorban a gazdálkodók termelők felére van ez a bemutató, ez őszi káposztarepce, illetve kalászos kísérlet, ami van a tritikálé, rozs, búza, árpa. Ennek az a lényege, hogy az új fajtákat, a repcebélét, vagy hibrideket, hogy minél jobban szélesebb körbe ismerjék meg a gazdálkodók, illetve a termés hozamnövelő szerek, illetve műtrágyákat forgalmazó cégek mind jelen vannak a mai bemutatón. A termelés biztonságra való törekvés elengedhetetlen a gazdák számára, ezt Rácz Imre mondta el a bemutató rendezvényen. Elhangzott, a nemesítő cégek egyre inkább télálló és szárazságtűrő növényeket fejlesztenek ki, amelyeket a gazdálkodóknak feltétlenül meg kell ismerniük. Ebben a rohamosan változó világban, amikor az időjárásban ilyen tényezők vannak, hogy egyik nap az aszály ellen küzdünk, a másik nap meg sok a csapadék, illetve a hideg, meg a meleg, minden baj bekövetkezik a mezőgazdaságban. Ha a termelés biztonságra akarunk törekedni, akkor igenis érdeklődést kell mutatni az új fajtákkal kapcsolatosan, és azokhoz az ismereteket egy ilyen tájékoztatom, vagy ilyen bemutatom tudjuk, illetve ismerhessük meg, hogy ennek az aszályos időszaknak, ami már évek óta kísér bennünket, mi tud leginkább megfelelni, úgyhogy mégis optimális betakarítás történhessen meg. A rendezvényen tartott beszámolókon elhangzott, a tavalyi év kiemelkedő termést hozott, viszont az idei első negyed évben nem kedvezett az időjárás a mezőgazdaság számára. Az elmúlt hetekben érkezett csapadék mennyiség viszont ismét új lendületet adott a kultúrnövények fejlődéséhez. A szakértők szerint így még lehet jó a termés az idei évben is. Minden negyedik magyar gyermek túlsúlyos a statisztikák szerint. Az orvosok azt mondják, a gyerekek fele felnőtt korban is küzd majd a kilókkal. Ennek oka, hogy egyre kevesebbet sportolnak a fiatalok. A 15 évesek közül csak minden második él aktív életet. Pedig a mozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás nem csak a szív- és érrendszeri problémákat előzi meg. Nagy szerepe van a modernkori népbetegség a depresszió leküzdésében is. Egyre több oktatási intézmény igyekszik egészségtudatos programot szervezni a mindennapi testnevelési órák mellett. Az újfehértói Erkel iskolában egészségnapon hívták fel a gyerekek és a szülők figyelmét a téma fontosságára. Egészséges és egészségtelen ételeket csoportosítanak a kisdiákok az újfehértói Erkel iskola egészségnappal egybekötött gyermeknapján. Az étkeztetés reformjának köszönhetően több gyümölcs és zöldség kerülhet a gyerekek asztalára az iskolában is. A gyermekorvosok szerint nagy szükség van a figyelem felhívásra,
A statisztikák szerint ugyanis hazánkban minden negyedik gyerek túlsúlyos. Az országos átlagnak mi is megfelelünk sajnos, tehát itt is rendkívül sok túlsúlyos gyerek van a mi iskolánkban is, illetve a városban is. Ez nem csak a felnőttekre jellemző, a gyermekkorra is. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy tulajdonképpen a felnőttkori szívérendszeri betegségeknek, cukorbetegségnek, akár még a daganatos megbetegedéseknek is fontos rizikófaktor a gyermekkori elhízás, ugye, ami ehhez vezet, a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, tehát ez sajnos probléma nálunk is valóban. A szakemberek fontosnak tartják az iskolai programokat, amelyek csak akkor lehetnek célra vezetők, ha a szülők is egészségtudatosak. Az Erkel Ferenc Általános Iskola pedagógusai igyekeznek minden eszközt megragadni arra, hogy értékes és szórakoztató programokkal segítsék az egészséges életvitel kialakítását gyermekkorban. Napjainkban az elhízás népbetegség, ez sajnos a gyerekeket is veszélyezteti. Mi pedagógusok itt az Erkel Ferenc tagintézményben fontosnak tartjuk a prevenciót, a megelőzést. Egy ismert cég pályázata pont az egészség megőrzés jegyében hirdetett programot, amiben mi sikeresen szerepeltünk és támogatást is nyertünk, hogy ezt a mai napot meg tudjuk valósítani, illetve megfelelő színvonalon tudjuk megszervezni ezt a gyermeknapot. A mai délelőtt fő mottója a következő gondolatot választottuk: épp testben, épp lélek. Úgy gondolom, ha e kettő megvan, akkor egészséges, boldog gyerekeket nevelhetünk. Felmérések szerint Magyarországon a fiatalabbak körében egyre gyakoribbak a daganatos megbetegedések, az idősebbeknél pedig az uniós átlagnál jóval többször fordulnak elő a szív- és érrendszeri megbetegedések. Emellett több lelki betegség okozója is a túlsúly, a mozgásszegény életmód, pedig kiegyensúlyozott táplálkozással és sporttal több betegség is megelőzhető volna. Ezt már a kisebbek is tudják. Sokat sportolok, rengeteg zöldséget eszek, fogjuk rá, a zöldségmániás vagyok, meg gyümölcs, mert azok mindig olyan finomak, sokan nem szeretik, de egészséges. Én azt is megeszem, amit nem szeretek, azért, hogy egészséges maradjak, és hát itt a látszottja, meg edzek is, azért van látszottja, kockasom is, jó néz ki, csak azt most nem akarom bemutatni. Kevesebb édesség, sok gyümölcs és zöldség, teljes kiörlésű pékáru és több családi program, kirándulás, séta vagy sport. Ennyi elég ahhoz, hogy már gyermekkorban kialakuljon az egészséges életmód. Mivel még gyerekek vagyunk, ezért még szeretjük ezeket a csokikat, meg ezeket, és arra figyel nagyon, hogy ne legyen otthon túl sok édesség. Először mindig ugye rendes főtételeket kell enni, utána pedig egy-két édességet ehetünk. A mindennapos testnevelés bevezetésével a korábbi évekhez képest többet mozognak a gyerekek, az általános iskolások közül sokan délutánonként is eljárnak sportolni. A gondok súlyosabbak a középiskolások esetében, a számok azt mutatják, hogy a fiatalok fele nem sportol, sokan inkább a számítógép vagy a televízió előtt töltik a szabadidejüket. Pedig a testmozgás nem csak szép alakot kölcsönöz, növeli az önbizalmat, fejleszti a memóriát, enyhíti a szorongást és fokozza az agyi teljesítményt is. 300 ezer forint értékű vetőanyag adományt kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Viktória Egyesített Intézmény. A Szurmai Kert Kft. Felajánlása 200 kg-nyi burgonyát és dukhagymát tartalmaz. A vetőanyagot az intézmény a saját konyha kertjében veti el, a termést pedig az intézmény konyhája használja majd fel. Annyiregyházi Rotary Klub közvetítőként segített a Szurmai Kert Kft. Adományának átadásában. Az egyesület korábbi elnöke segített abban, hogy a vetőma kereskedés és a Szabolcs megyei szociális intézmény megtalálja egymást, közölte Urbán Lajos jelenlegi elnök. Az adomány csütörtöki átadóján a Kft. Képviselője elmondta, összesen 200 kg-nyi burgonyát és dukhagymát ajándékoznak a Viktória Egyesített Szociális Intézménynek. A Szurmai Kert Kft., mint vetőmag nagykereskedés, ugye mezőgazdasági termékek nagykereskedelmével foglalkozó Kft. Dukhagymát, illetve vetőboronyát ajánlottunk fel hátrányos helyzetű családok vagy egyesület számára. A szociális intézmény már 1969 óta működik, közölte Angyal Istvánné vezető, a mintegy 300 ezer forintos adomány nagy segítség számukra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Viktória Egyesített Szociális Intézmény 427 férőhelyen lát el szenvedélybetegeket, fogyatékos ellátottakat és idős demens ellátottakat.
mivel bentlakásos intézmény, tehát tulajdonképpen élethosszig tartó bentlakással vannak az intézményekben az ellátottaink. Van egy részük fejleszthető, és az ő részükre ez az adományozás, ez egy nagyon fontos dolog, mert 120 engedélyezett létszámon fejlesztő foglalkoztatást is végzünk azoknak az ellátottaknak, akiknek a képességeik, készségeik megengedik azt, hogy valamilyen munkafolyamatot elsajátítsanak. Az intézmény célja az adománnyal, hogy a vetőanyagokat az ellátottakkal közösen ültessék el, azok termését pedig a szociális intézmény konyhájában használják majd fel. A hazai és nemzetközi bor és pezsgő fogyasztás trendjeivel, valamint a borkóstolás és a felszolgálás technikáival ismerkedhetett meg az a 25 hallgató, aki részt vett Fabók Mihály gyakorlattal egybekötött oktatásán. Az örökös szomeliér magyar bajnok harmadik alkalommal járt Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei iparkamarában rendezett előadás során 60 illatminta és terítékre került. Egyre több területről hiányoznak a jól képzett szakemberek Magyarországon, különösen a megyénkben. Az egyik kiemelt terület a vendéglátás, itt azonban nem csak a pincérekre és szakácsokra kell gondolni. Különösen a 2-3 vagy magasabb Michelin csillagos éttermekben figyelhető meg a magas képzettségű szomeliérek hiánya. Ezért is fontos, hogy minél célzottabban tudják képezni Nyíregyházán is a szakma iránt érdeklődőket. Megalakult a kamarán belül megalakultak a mesterszekciók, és ez az éttermi mesterszekciónak az első ilyen megnyilvánulása, hogy továbbképzést szerveztünk, és akkor majd szépen tovább alakítjuk ezt. A képzés ezúttal a megye éttermi szakembereit célozta meg. A résztvevők létszáma 25 főre volt lekorlátozva, akik többek között a hazai és nemzetközi borfogyasztás múltját, jelenét és várható jövőbeli trendjeit ismerhették meg. Ma már nagyon sok minden felborította a régi megrögzött szabályokat, hogy desszerthez csak tokai bor, vagy édes muskotályos bor, vagy pezsgő vörös bort is lehet adni egy csokoládés desszerthez. A szakmai előadást Fabók Mihály örökös szomeliér magyar bajnok tartotta. A Gundel étterem head szomeliérre már harmadik alkalommal járt Nyíregyházán, hogy átadja tudását az érdeklődőknek. Kiemelte a palack és pohárborok felszolgálása közti különbséget és aktuális nemzetközi trendjeit, az étel és a bor harmóniáját, hiszen fontos, hogy a szomeliér, mint ősi magyar szakma képviselői folyamatosan képezzék magukat. Ez nagyon fontos, nagyon lényeges. Én is folyamatosan oktatom magam, hiszen minden évben például új évjáratok, új borok jelennek meg, új stílusok jelennek meg, tehát ezzel együtt kell érni. Ha az ember nem figyel oda, egy év alatt is le tud maradni sok mindenről, és már is újra kell tanulni azokat a részeket, tehát ez is egy állandóan változó világ tulajdonképpen. Ez bizonyítja az is, hogy míg az előző években a habzó és gyöngyöző borok igen keresettek voltak, idén már népszerűbbek a tradicionális módon készített pezsgők. Azonban évek óta töretlenül a rozé a nyárslágere. Ingyen fürdőjegyet kapnak a nyíregyházi nyugdíjasok idén nyáron. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyertes pályázatának köszönhetően 15 millió forintból 10 ezer fürdőbelépőt használhatnak fel a nyíregyházi nyugdíjasok az Aquarius Park és Élmény fürdőben, közölte Podlovics Roland, a Sóstógyógyfürdők ZRT vezérigazgatója. A program célja, hogy térítésmentes úszási, gyógyfürdőzési szolgáltatásokhoz jussanak az idősek. Az ingyen belépőkért regisztrálni kell a fürdő bejáratánál, ehhez szükséges a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a nyugdíjfolyósítási törzsszámigazolás. Május 29-től az Élményfürdő egyik pénztárában lehet regisztrálni és a fürdőjegyet átvenni a nyugdíjasoknak. Ezt követően, amikor a parfürdő is megnyílik, akkor a parfürdő beléptető kapujánál is lesz egy külön pénztár, oda elfárad a nyugdíjas, hozza ezeket az igazoló dokumentumokat, és regisztrál, és vagy igénybe veszi a fürdőzés, hogyha hétköznap jön, vagy későbbiekben is igénybe veti, ami nagyon fontos, hogy szeretnénk, hogy ez a 10 000 így valóban eljusson mindenkihez, ne az legyen, hogy esetleg nem veszi valaki igénybe. Ezért havonta, hogyha már valaki június hónapban regisztrált, fürdött is, de van még egy szabad jegy, akkor július hónapban újra megteheti. A 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát egyaránt bruttó 6-6 forinttal emeli pénteken a MOL. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 398 forintra nő, a gázolajé pedig 408 forintra emelkedik. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott.
Győzelemmel zárta a szezont a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Djonovic együttese a bajnokság 26. fordulójában a Kecskemétet fogadta, és végig vezetve 35-20-ra verte ellenfelét. A kisvárda a 7. helyen végzett, a bajnoki címet a Győr szerezte meg a Ferencváros előtt. A nagy kérdések már a mérkőzés előtt eldőltek, a kisvárda biztos 7-ként, a Kecskemét pedig kiesőként várta a kezdő sípszót. A hazaiak közül több játékos is utoljára lépett pályára várdai mezben, 10 ugyanis más klubban folytatják majd pályafutásukat. Nagyon bekezdett a házigazda, a 9. percben 8-1 volt az állás, 13-3-nál pedig már megvolt a közte 10. A nagy szünetre 20-13-as kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után ugyanott folytatódott a mérkőzés, ahol negyed órával korábban abba maradt, a Kecskemét nem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez, sőt az utolsó 10 percben növelni tudta a különbséget a kisvárda. Végül 15 gólos győzelmet aratott Vlatko Djonovic együttese, szépen zárva a szezont és szépen búcsúztatva a távozó játékosokat. Ma egy olyan csapat ellen játszottunk, amelyik már kiesett. Sokan arra számítottak, hogy nem fogjuk komolyan venni a mérkőzést, de mi maximálisan oda tettük magunkat. Ugyanúgy készültünk, mint máskor. Az ilyen mérkőzéseket mindig nehéz megnyerni. Komolyságot és koncentrációt kértem a játékosoktól, mind a mérkőzést megelőző edzéseken, mind magán a meccsen. Hálás vagyok a játékosaimnak, hogy jó hozzáállással felelősségteljesen kézilabdáztak az egész mérkőzésen. A vendégek edzője annak örült, hogy csapat a több kulcsjátékos a hiányában is igyekezett küzdelemre késztetni a kisvárdát. Gratulálok a kisvárdának a győzelemhez, gratulálok az egész éves teljesítményhez. Hát nekünk ugye véget ért ez az év, nagyon nagy hullámokkal tarkított év, sajnos nem értük el a célunkat. Most, tehát nyilván ennek az elemzéséből azért nem mennék bele. Ez a mai mérkőzés, hát várható volt sajnos, hogy ez az eredmény fog születni. 4 kezdőjátékosom, mat nem tudtam benevezni a keretbe. Küzdöttünk, harcoltunk. Én büszke vagyok arra, hogy harcoltunk a mérkőzést, talán első szakaszában ez nem volt jellemző, de utána tényleg mindent megtettünk. Ennyi tellett ma tőlünk. További sok sikert kívánok a kisvárdának, és hát jó pihenést kívánok a nyárra minden kézlabda játékosnak, edzőnek és kézlabda barátnak. A záróforduló további eredményei a következők: Siófok-Vasas 35-20, Győr Békéscsaba 39-14, Érd-Budaörs 29-21, Dunaújváros-Albafehérvár 30-27, Ferencváros-Vász 42-24 és MTK Budapest-Debrecen 29-23. A bajnoki címet az 50 pontos Győr szerezte meg a szintén 50 pontos Ferencváros előtt. A 28 pontos Kisvárda 7. helyen zárta a szezont. Az NB1-től a Kecskemét és a Vasas búcsúzott. A másodosztályból az Eger és a Moson-Magyaróvár került fel az élvonalba. Két győzelemmel zárt a legutóbbi hazai dupla meccsét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a Pink Ese ellen 87-68-ra, a Tatai Ese ellen pedig 66-48-ra nyert. Az NKS a szombati Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzés eredményétől függetlenül a 11. helyen zárja a bajnokságot. A rájátszás első felében rendre idegenben lépett pályára a nyíregyházi kosársuli, így a második szakaszban hazai környezetben fogadhatja az ellenfeleket az NKS. Az elmúlt hétvégén 24 órán belül két riválisát is legyőzte Farkasinszki Gyuláni együttese. Először a 7 emberrel érkező pécsi Pinkes ellen nyert 19 ponttal a házigazda, majd a Tatai Ese csapatánál bizonyultak jobbnak, 18 ponttal a Pap Klaudiájék. Magabiztosak voltunk, és igaz, hogy nem szeretett akkora arányú győzelem, mint amit mi Pécsen haradtunk a Pink felett, de ettől függetlenül végigvezettünk, minden játékosunk játék lehetőséget tudott kapni. Ez szerintem egyszerű volt, tehát nem volt különösebben, még ilyen nagy taktikai dolgokat se kellett végighez vinnünk, tehát még a védekezésnek se kellett nagyon változtatnunk. Egyszerűen lejátszottuk a mérkőzést, örültünk annak, hogy nyertünk. Másnap ugye jött a Tata, aki szintén ugyanebben a cipőben volt. Ők előző nap Diós Győrbe voltak, úgy jöttek át hozzánk, ők éppen megvoltak 10, de edző nélkül jöttek, mert az edzőnek valami komoly betegsége van, tehát ő nem tudok velük utazni, egy másodedzővel jöttek el. Na most ugye ez általában minden csapatnál azért ez gondot és problémát okoz, hogyha nem a saját edzőjükkel játszanak egy mérkőzést. Az NKS szombaton az Zalaegerszeget fogadja. A mérkőzésen köszönnek el a 3x3-as világbajnoki ezüstérmes Pap Klaudiától, aki az élvonalbeli Beac Újbudánál folytatja pályafutását. Utolsó mérkőzés, de úgy néz ki, hogy azért sikeresen veszít ezeket az akadályokat a
a gyógytornászi szakon, és ugye mindig eddig is az volt az álmod, tovább lépjen NB1-ába. Na most ez sikerült, ugye alá is írt már, tehát biztos, hogy jövőre már NB1-ában fogja folytatni. Tehát ennek így kell lennie, tehát ez így természetes dolog. Végül is ő már ezt a mezőnyt, én úgy gondolom, hogy kinőtte. Hát most egyik szemünk sír, a másik azért nevet, örülünk, hogy tovább tudott lépni. Ettől függetlenül ugye azért hiányozni fog a csapat életéből, de amikor sérült volt, akkor azért próbálkoztunk már, hogy akkor nélküle is talán hogy fogjuk tudni megvalósítani a következő éveket. A nyíregyházi kosársuli Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában. Egyéni csúccsal teljesítette a nyári berlini Európa-bajnokság kiküldetési szintjét Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető Szombathelyen a Savaria Kupa szakági versenyén 64 méter 37 cm-es dobással végzett a második helyen, Kővágó Zoltán mögött. Szikszai a jövő héten egy csehországi, egy ausztriai és egy hazai budapesti versenyen lép dobókörbe. Fáradtnak éreztem magam, de viszont mikor elsőre 60 méter dobtam, aztán a harmadik sorban 63 méter, dobtam, akkor úgy voltam vele, hogy most a szintet meg lehet teljesíteni, és a hatodik sorozatban sikerült is. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A gazdáknak egyre inkább fel kell készülniük a változékony időjárásra, a hosszantartó aszályra épp úgy, mint a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadékra, hangzott el Gyulatanyán. Idén mintegy 150 repce, 60 őszi búza, valamint 40 őszi árpa fajta kísérletről számoltak be a Nébi gyulatanyai fajta kísérleti állomásán megrendezett országos kalászos és őszi káposzta repce fajta és technológiai bemutatón. A rendezvényen elmondták, a tavalyi év kiemelkedő termést hozott, viszont az idei első negyed évben nem kedvezett az időjárás a mezőgazdaságnak. Minden negyedik magyar gyerek túlsúlyos a statisztikák szerint. Az orvosok azt mondják, a gyerekek fele felnőtt korban is küzd majd a kilókkal. Ennek oka, hogy egyre kevesebbet sportolnak a fiatalok. A 15 évesek közül csak minden második él aktív életet. Pedig a mozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás nem csak a szív- és érrendszeri problémákat előzi meg, nagy szerepe van a modern kori népbetegség, a depresszió leküzdésében is. Egyre több oktatási intézmény igyekszik egészségtudatos programot szervezni a mindennapi testnevelés órák mellett. Az újfehértói Erkel iskolában egészségnapon hívták fel a gyerekek és a szülők figyelmét a téma fontosságára. 300 ezer forint értékű vetőanyagadományt kapott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Viktória Egyesített Intézmény. A Szurmai Kert Kft. Felajánlása 200 kg-nyi burgonyát és dúghagymát tartalmaz. A vetőanyagot az intézmény a saját konyha kertjében veti el, a termést pedig az intézmény konyhája használja majd fel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 24-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a többnyire napos, meleg, záporokkal tarkított idő. A Kárpát-medence időjárását pénteken is a felettünk lévő meleg, nedves és labilis levegő határozza meg. Az éjjeli órákban változó mértékben fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként élénk marad, de a legtöbb helyen estétől mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több órás napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható. A déli óráktól elszórtan zápor, helyenként zivatar, felhőszakadás is előfordulhat. A többnyire mérsékelt északi szél néhol megélénkül. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban kora nyárias, meleg időre van kilátás, napközben gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.